Na, gyermekek, hát akkor Filis Csévi Szirtek téren. Lent a falu. Ez pedig itt a hegy. Ha ez igaz, ebben van. Lapocska. Aztán kezdjük a szúl állatnyomocskák. Segédeszközök. És az elmaradhatatlan kis hátizsákocska. És itt egy kis menés közben. Ezek a sziklák vannak ott. És itt például egy kényelmetlen bivak nevű barlangocska. De sajnos nem az, amit keresek. Itt a kampen kilátás nincs a tájról, egy másikat kell keressünk. Na, szóval a Pintesor. Emellett elmentem. Ott a legmagasabb távoli hegy az a Pilis, ami alatta van az a valamilyen kasonpusztai sziklák. Ez egy kis erdő. És ott van az a hegy, ahol jártam, váltam meg a barlangot, elpusztok. Na, és akkor egy kis magas lesz Bencének emlékeztetőül. Az az a hegyecke, amin ott keresgéltem a barlangot, de nem talált. És akkor az a távoli pedig a Pilis, mint a Himalája, vagy a Himalája. Írdatlan nagy bálnapúb. És itt pedig a Pintesor. És itt pedig jó magam, miután megyek hazafelé. Valamely arra megy a füst. Áldozat füstje száll. Elmondhatom, hogy továbbra is a Csévi barlangot keresem. Adott távol van a falu. Ez itt a meredi vége. A vágyikum. Egy másik típusú hátizsák. Ott van egy út szépen rendbe. Ott van a pénzházak, amik mellett eljöttem. Itt az a kétágú hegy. És mögöttem valahol a Pilis. Ott kezdődik a sarokba. Na, tehát az az a kis hegyecske, a sziklák, amin egész nap bunyasztottam. Össze-vissza törtem magam, és sehol egy kurva barlangot nem találtam. Megnézzük közelebbről. Így el. Vissza. Aztán utána jöttem át ott a hegygerince, ennek a hegynek föl, és ez pedig a jól ismert kőbánya. Ez pedig a szélfújás, az pedig egy vadász lesz. És tegnap pedig egész napban jártam végig. Megyek most, megmutatom, mert arra a szertfosszabad felé. And mingle our streams and our time.